Üdvözöllek benneteket, kedves másodikosok! Basity Anasztázia vagyok, az Adai Cseh Károly általános iskola tanítónője. Ma én fogom nektek a matematika órát bemutatni. Előző órákon már megtanultatok 10-zel, 5-tel és 2-vel osztani. A mai órán is folytatni fogjuk az osztás műveletét, de még mielőtt elmondanám a mai órán témáját, frissítsük fel a szorzótáblát, mivel említettük, hogy nagyon fontos, osztani akkor fogunk tudni, ha jól tudjuk a szorzótáblát. Nézzünk akkor néhány gyakorlatot. Köröcskéket láttok, már ismerős köröket, középen a számot mutatja, hogy mennyivel szorzunk. Kétszer és x-et láttok, az x is a szorzásnak a jele, ha esetleg eddig még nem találkoztatok vele, és akkor az óramutatók irányába jobb felé kezdjük a szorzást. Most először 2-vel fogunk szorozni. 2 × 5 = 10. 2 × 8 = 16. 2 × 2 = 4. 2 × 6 = 12. 2 × 4 = 18. Illetve 8, bocsánat. 2 × 1 = 2. 2 × 7 = 14. 2 × 3 = 6. 2 × 10 = 20. És 2 × 9 = 18. Következő köröcskénkben 4-jel fogunk szorozni. Ismét az óramutatók irányába indulunk. 4 × 6 = 24. 4 × 3 = 12. 4 × 10 = 40. 4 × 5 = 20. 4 × 7 = 28. 4 × 4 = 16. 4 × 8 = 32. 4 × 1 = 4. 4 × 9 = 36. És 4 × 2 = 8. Következő feladatunkban bárányokat láttok, és itt is szorzási műveletet. Nézzük, akkor oszlop szerint fogunk haladni. Az első bárány oszlop, 4 × 1 = 4. 4 × 2 = 8. 4 × 3 = 12. 4 × 4 = 16. 4 × 5 = 20. 4 × 6 = 24. És akkor a második oszlopunk, 4 × 7 = 28, 4 × 8 = 32, 4 × 9 = 36, 4 × 10 = 40, 4 × 11, itt egy kicsit nehezítés van, de már ti tanultátok a kétjegyű számok szorzását, tehát ilyen esetben szétvesszük a tízest és egyest, 4 × 10 = 40, 4 × 1 = 4, tehát 40 + 4 = 44. 4 × 12-t szintén külön szorozzuk 4 × 10-et, az 40, és 4 × 2 = 4, tehát 40, illetve 8, 40 + 8 = 48. Ezeket a feladatokat a pinterest.hu oldalon is megtaláljátok, illetve hozzá hasonlót, és ajánlom, hogy minden nap akár 5-10 percben gyakoroljátok. Nem véletlenül gyakoroltuk most főként a 4-es szorzótáblát, mert a mai órán megtanulunk 4-jel osztani. A mi iskolánkban a kreatív iskola tankönyveit használjuk, éppen ezért a tankönyv 50. oldaláról vettem feladatokat,
Ugyanakkor a munkafizetből is láthatunk feladatokat, amennyiben ti is ebben dolgoztok, akkor majd kérlek, lapozzatok oda. És akkor nézzük a példa feladatunkat. A példa feladat így hangzik. Máté autókat szerel össze. A szereléshez 12 kerék áll a rendelkezésére. Az a kérdés, hogy hány autót tud Máté összeszerelni. Tehát a 12 kerék áll rendelkezésére, és az a kérdésünk, hogy hány autót tud Máté ebből összeszerelni. Azt le kell szögeznünk, és bizonyára mindenki tudja, hogy egy autónak 4 kereke van. És ebből kiindulva, akkor a következő lépésben fogunk haladni. Először is a 12 kereket osztjuk szét 4-essével. Nézzük akkor. 1, 2, 3, 4. Tehát egy autóra való kerék már is megvan. Folytatjuk a számlálást 4-től. 5, 6, 7, 8. Tehát ez már 2 autóra való kerék. 8-tól folytatjuk tovább. 9, 10, 11, 12. És megkaptuk a harmadik autóra való kerekeket is. Tehát nagyon jól látjuk, ahogy szétraktuk 4-essével, azaz elosztottuk a 12-t 4 felé, és azt is látjuk, hogy kaptunk 3 ilyen csoportot. Akkor föl is írhatjuk, 12 osztva 4-jel egyenlő 3. De, hogy teljesen biztosak legyünk, ezért le is fogjuk ellenőrizni, mégpedig azért 3, mert a 3-szor 4 kerék az egyenlő 12-vel. Tehát fontos, hogy visszaellenőrizzük az osztást szorzással. És akkor már nem maradt más hátra, válaszolhatunk a kérdésre, amely úgy szólt, hogy hány autót tud Máté összeszerelni a 12 kerékből. Tehát a válasz, Máté 3 autót tud összeszerelni. Tehát nagyon fontos, hogy tudjuk a szorzótáblát, ebben az esetben a 4-es szorzótáblát. És akkor tanuljunk meg osztani szorzótáblával, ezt már a munkafüzetben találjátok meg, a 79-es oldalon és a 80-as oldalról is lesznek feladatok. Itt van a már ismert táblázatunk, tehát a 4-es szám szorzásából indulunk ki, és ezáltal osztás is megtörténik 4-jel. Elsősorban 1x4 egyenlő 4. Mert osztással 4 osztva 4-jel egyenlő 1. Következik a 2x4, az egyenlő lesz 18-al, mert osztással a 8 osztva 4-jel egyenlő 2. Következik a 3x4, egyenlő 12, mert osztással ellenőrizve 12 osztva 4-jel egyenlő 3. 4x4, egyenlő 16, mert osztással 16 osztva a 4-jel egyenlő 4. 5x4 egyenlő 20, mert osztással 20 osztva
4-gyel egyenlő 5. 6-szor 4 egyenlő 24, mert osztással 24 osztva 4-gyel egyenlő 6. 7-szer 4 egyenlő 28, mert osztással 28 osztva 4-gyel egyenlő 7. 8-szor 4 egyenlő 32, mert 32 osztva 4-gyel egyenlő 8. 9-szer 4 egyenlő 36, mert 36 osztva 4-gyel egyenlő 9. 10-szer 4 egyenlő 40, mert 40 osztva 4-gyel egyenlő 10. Tehát a szorzótáblából eljutottunk az osztáshoz, és amint láttátok, ugyanazok a számok fordulnak elő, amelyek a szorzásban is. És akkor jöjjenek a gyakorlatok. Elsőként írd be a csillagokba a hiányzó számokat. Tehát látunk egy számegyenest, és megjelenik Misi Mókus, aki nagyon szeret ugrándozni, és képzeljük el, hogy most ő ágról ágra ugrándozik. Igen ám, de meg kell néznünk a kék nyilacskák szerint, hogy hány ágat ugrik át egyszerre Misi Mókus. Ha megnézzük a kezdetén, nullától ugrik négyet, tehát négy ágacskán keresztül ugrik, akkor már innen megállapíthatjuk a szabályt, hogy mi szerint ugrál Misi Mókus, tehát négyel fog mindig emelkedni a következő számunk. Vagyis a négytől, ha négyet ugrik, akkor az első csillagunkba kerül a nyolcas szám. De innen is tovább ugrik, akkor 8-tól 4-gyel fog nagyobb lenni a 12, 12-nél 4-gyel fog nagyobb lenni a 16, 16-tól 4-gyel lesz nagyobb a 20, 20-nál 4-gyel nagyobb lesz a 24, 24-nél 4-gyel nagyobb lesz a 28, 28-nál 4-gyel nagyobb a 32, és 32-nél 4-gyel nagyobb a 36, valamint 36-nál 4-gyel nagyobb a 40. És ha jól megnézzük, akkor a 4-es szorzótábla eredményeit kaptuk meg a csillagokba. Következő feladatban számoljuk ki, vegyesen láthattok szorzást és osztást 4-gyel, tehát mindig fontos, hogy a szorzást próbáljuk meg osztással ellenőrizni, az osztást pedig szorzással. Most mindig gondolatban, de természetesen én mondani fogom, 4-szer 2 egyenlő 8, mégpedig azért, mert 8 osztva 2-vel az 4. 12 osztva 4-gyel egyenlő 3, mert 3-szor 4 az 12. 24 osztva 4-gyel az egyenlő 6, mert 6-szor 4 egyenlő 24. 7-szer 4 egyenlő 28, mert 28 osztva 4-gyel az 7. Következő sorban 16 osztva 4-gyel egyenlő 4,
mert 4×4 az 16. 36 osztva 4-gyel egyenlő 9, mert 9×4 egyenlő 36. 3×4 egyenlő 12, mert 12 osztva 4-gyel egyenlő 3. 32 osztva 4-gyel egyenlő 8, mert 8×4 egyenlő 32. Tehát mindegyik feladatot visszaellenőriztük a szorzást osztással, az osztást pedig szorzással. Következő feladatunk, tölts ki a 4-gyel szorzó és osztó kerék mezőit. Tehát kereket láttok, amit már jól ismertek, középen a 4-es számunk van, és azért nincsen műveletjel, sem szorzás, sem osztás előtte, mert egyszer szorozni fogjuk, egyszer pedig osztani, attól függően, hogy hol hiányzik a számunk. Az óramutató járásával indulunk, és itt már meg is van oldva. Itt szorzunk, mert 4×3 az egyenlő 12. Viszont a következőnél már az egyik tényezőnk hiányzik, tehát osztással tudjuk megkeresni, 8 osztva 4-gyel egyenlő 2, mert a 4×2 az 8. A következő mezőben is osztással tudjuk megkeresni, mert hiányzik az egyik tényezőnk, így 36 osztva 4-gyel az egyenlő 9, mert 4×9, 36. Következőben szorzással tudjuk megkeresni, 4×10 az 40, mert 40 osztva 4-gyel az 10. Következőt is szorzással meg tudjuk oldani, 4×7 az egyenlő 28, mert 28-at, ha elosztjuk 4-gyel, akkor 7-et kapunk. A következő mezőnél ismét osztással tudjuk megkeresni, 32 osztva 4-gyel az egyenlő 8, mert 4×8 az 32. És ismét osztanunk kell, 24-et osztjuk 4-gyel, az egyenlő 6, mert 4×6 egyenlő 24. És az utolsó részben is a 20-at kell elosztanunk 4-gyel, az egyenlő lesz 5, mert 4×5 vagy 5×4 egyenlő 20. Tehát már vegyesen is meg tudjuk oldani, ahol szorzással tudjuk, úgy keressük meg, ahol pedig hiányzik az egyik tényező, ott osztással fogjuk megkeresni. És akkor jöjjön az utolsó feladatunk, végezzük el az osztást. Két táblázatunk van, első táblázatban a számok oszlopban 28, 24 és 32-t kell osztani 4-gyel, akkor 28 osztva 4-gyel az egyenlő 7, mert 7×4, 28, 24 osztva 4-gyel egyenlő 6, mert 6×4, 24, és 32 osztva 4-gyel az 8, mert 8×4 az 32. És az utolsó táblázatban 12 osztva 4-gyel az 3, mert 3×4, 12, 36 osztva 4-gyel az 9,
mert 9-szer 4, 36. És 16 osztva 4-gyel az 4, mert 4-szer 4, az 16. Szintén a pinterest.hu-ról vettem ezt a feladatot, és akkor remélem érthető volt a 4-gyel való osztás. Én nagyon szépen megköszönöm a figyelmeteket, remélem nem fáradtatok ki, és további jó tanulást kívánok nektek, viszontlátásra!